Szeretettel köszöntöm a nézőket, Boros Attila vagyok, a SIGSAUER Akadémia magyarországi vezetője. Engedjék meg, hogy a rendészeti célú felhasználású fegyverekből három különböző családba tartozó fegyvert bemutassam önöknek. Az ismertetőnk első részében engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a SIGSAUER 5.16-os karabét, mely 223-as Remington űrméretű, ugye ez európai méretezésben 5,56 mm x 45-ös hüvelyhosszan működő lőszert működtet. A karabé, ami itt az asztalon kihelyezésre került, ez a család legkisebb tagja. A cső hossza az 7,5 inch hosszúságú. Ezt mondhatni azt, hogy a világ legkisebb karabéja, ami rendészeti célra alkalmazható. Először kezdjük a fegyver rendszertani ismertetését. Alapvetően kísértetésen hasonlít ugye az AR-15-ös családba tartozó és a jelenleg M4-es fegyver családba tartozó karabélyokhoz. Pici eltérés a következő. Tehát a fegyver automata és félautomata üzemmódban működik. Forgózáras, gázelvételes, és itt jön az eltérés az eddig megszokott típusoktól, hogy úgynevezett rövid gázdugattyú hátrasiklásos a fegyver. Ha esetleg a kedves nézők között valaki szeretne hasonlóságot találni, akkor a szovjet gyártmányú SVD, vagy más néven Dragunov puskánál fogja ugyanezt a működési elvet megtalálni. A zár kialakítása teljesen hasonlít az elődökéhez, tehát az M4-es hagyományokat megőrizték, mind külső kialakításában, mind az elsütő szerkezetben. Egyedül a gázelvétel rendszerét korszerűsítette a SIGSAUER gyár. Engedjék meg, hogy ne untassam önöket avval, hogy a fegyvert hogy kell szétszedni, összerakni. A weblapon elérhető lesz az a rövid film, amit az amerikai gyártól kaptunk. A gyár munkatársa teljesség igénye mellett bemutatja azt a fegyver szét összeszerelését, az alkatrészek pontos megnevezését, illetve azokat a teszt próbákat, amit Amerikában egy hasonló karabénak működtetés közben tudnia kell. Valójában ebben a műsorban ezt szeretnénk megvizsgálni, hogy ez a fegyver ilyen rövid csővel, milyen hatékonysággal használható, mennyire illeszkedik adott esetben a rendvédelmi vagy a katonai felszerelésekhez. Mennyire megbízhatóan működik, kis és nagyobb távolságban mennyire használható. A fegyver külső kialakítása az amerikai dizájnt követve, ugye a gyár szakmai együttműködést alakított ki a MacPool céggel, hiszen ugye most már a MacPool kiegészítők nagyon sok fegyveren megtalálhatók, tehát a négyállású váltámasz, a MacPool mechanikus irányzékok, különböző kialakítású vertikális markolatok, ugye taktikai kialakítással, kimondottan a felhasználó igényének kialakítva. Adott esetben villalábbal szerelhető, különböző világítás technikai eszközökkel, taktikai lámpákkal, lézerlámpákkal, lézer célmegjelölőkkel, vagy lézer irányzékokkal szerelhető a fegyver. A külső kialakításában a fegyver 360 fokban Picatinny sinnel van ellátva, a sinezés alkalmassá teszi az eszközt mind optikai segédeszközökkel, mind pedig éjszakai céltávcsövek felszerelésével, vagy ezeknek a kombinációjával. Tekintettel arra, hogy az eszköznek NATO katonai minősítéssel kell rendelkeznie, és a katonai elvárásoknak kell megfelelni, a sinezés alkalmassá teszik akármilyen generációs, tehát itt a második, harmadik generációs éjjellátott készülőkről is beszélhetünk, azoknak az elhelyezésével és a fegyver biztonságos működtetését. Ez azt jelenti, hogy akár egy optikai eszköz elé vagy mögé fel kell tudni szerelni az éjszakai világító, illetve látó egységet, és a katonának vagy a használójának biztonságosan kell tudni működtetni az eszközt. A kezelőszervek ezáltal elérhetőek, a fegyvernek pedig nem szabad, hogy működés közben, ugye az optikai eszközben célzáskor bármilyen célzási hibát eredményezze. A fegyver az úgynevezett katonai
kompenzátorral van szerelve. Értelemszerűen ezt ugye le tudjuk csavarni. Mindjárt pár szóban ismertetem a csőhossz méreteket. Ennél a változatnál a gyártó nem tudja garantálni, hogy a szubszonikus hatás működik, tehát gyári, normál méretű hangtompítókkal az eszköz nem tudja ugye a feladatát ellátni. A tárkioldó és a zár rögzítő ugye a tárkioldó az két oldalas, tehát jobbkezesek és balkezesek egyaránt tudják működtetni. A zárrögzítő az értelemszerűen a gyakorlatnak megfelelően a fegyver bal oldalán történt elhelyezésre. Amin a konstruktőrök változtattak ennél a karabénnál, a úgynevezett tártölcsér az egy picivel nagyobb és szélesebbre sikerült a kialakítása. Az M4-es, illetve AR-15-ös rendszereknek megfelelően katonai biztosítóval van ellátva, tehát bebiztosított félautomata automata állásban, és a fegyver tűzváltó karját csak csőre töltött helyzetben tudjuk működtetni. Ha nincs, akkor újra nem lehet működtetni bármelyik állásban, ugye csak abban az esetben, hogyha a fegyverünk töltve van, akkor tudom ki vagy bebiztosítani. Az AR-15 M4-es rendszereknek megfelelően van kialakítva a porvédőlemez, ugye értelemszerűen csőretöltés után a használója le tudja zárni, hogy a zárszerkezet ne szennyeződjön, amennyiben a fegyvert pedig működteti a használó, abban az esetben ugye megnyitja az utat és a fegyver működni tud. Ugye a zár mozgatókar, ez abban az esetben, hogyha a zárunk elakadna, akkor ennek a gombnak a nyomásával tudjuk előre léptetni, hogy szét tudjuk szerelni, az ott esetben az akadályt elhárítani. Fegyver viseléséhez, taktikai felszereléshez történő illesztéshez, a feladat hatékony végrehajtásához taktikai puskaszíjakat, illetve karabélyszíjakat alkalmazunk. A Sigsauer gyár által kifejlesztett gyorsoldású Sauer kengyelek a fegyver mind a két oldalán kialakításra kerültek, ezáltal egy pontos, illetve két pontos rögzítéseket tudunk alkalmazni. Jelen esetben a két pontost, és ennél a taktikai színnél az egy pontos kialakítás az így néz ki. Ezek a kengyelek egy-egy mozdulattal áthelyezhetőek a fegyvernek a másik oldalára. Értelemszerűen a használó dönti el, hogy melyiket alkalmazza. Ez indokolt lehet fedezék használatnál, gépjárműben történő tevékenységkor, vagy adott esetben, ha csak azt veszük, hogy a fegyver kezelője mondjuk balkezes. A rajtam lévő puskaszíjjal az úgynevezett egypontos rögzítést mutatnám be. Ez éppen a Sauer gyárral ugye együttműködésben dolgozó MacPool gyári taktikai szíj. Ugye a használója egy ponton rögzíti a fegyverét, a taktikai felszereléshez, illetve a testhez illeszkedik, nem mozdul el, és minden kezelőszer biztonságosan elérhető. Kiegészítőkről fogunk beszélni. Az asztalon elhelyezésre kerültek optikai eszközök, különböző típusú tárak, vertikális markolatok, kombinált vertikális markolat, ami egyben bipod, csak és kizárólag bipod, taktikai lámpa, és az előzőekben említett egypontos, illetve kettőpontos taktikai szíja. A fegyver 360 fokban történő taktikai sínnel történő kialakítása alkalmassá teszi mechanikus irányzékok elhelyezésére és optikai irányzékoké. Az optikai irányzékokból a kistávolságú red dotok, vagy katonai minősítésű EOTEC, vagy az aimpoint család, bármely gyorsoldású vagy fix rögzítésű optikájával szerelhető.
Rendészeti célra alapvetően mindig gyorsoldású eszközöket igyekszünk választani. Ha lehet, akkor mindig olyan optikai eszközt válasszunk, ami a későbbiekben harmadik, negyedik generációs éjszakai irányzékkal is kiegészíthető, vagy kombináltan használható. Az M4-es családhoz tartozó tárak közül bármelyikével működik, azaz kompatibilis a fegyver, 10-es, 20-as vagy 30-as, teljesen mindegy, hogy a régi gyártmányú alumínium tárról, vagy pedig a modern polimer tárak közül helyezünk be bármelyiket. Az M4-es családhoz tartozó karabélyok bármelyik tárjával ugye működik a fegyver. Vertikális markolatok. A sínezésből adódóan viszonylag könnyen elhelyezhetjük a fegyveren. Ezáltal a fegyver használója könnyedén tudja megtartani a fegyvert. Ennél a kialakításnál ugye pedig puskalábként, bipodként is funkcionálhat. A sínezésből adódik, hogy a felhasználó igényének, illetve a fegyver feladathoz történő igazításának megfelelően megfelelő teljesítményű világító eszközt, jelen esetben ugye taktikai lámpát tud elhelyezni. Ugye bármelyik oldalra, vagy akár ugye a vertikális markolat vagy bipod helyére is. A SIGSAUER 5.16-os karabély ismertetéséhez hozzátartozik, hogy ugye említettem, hogy a világ legkisebb, legrövidebb csövű karabélya van a kezemben. A család többi tagját is meg kell itt említenem. Ugye ő a 7,5-colos változat, ezen kívül rendelkezünk 10 colos változattal, 14,5-colos, 16-colos és 18-colos csőhosszal rendelkező típusokkal. Illetve 223-asban ez a karabély úgynevezett félautomata kistávolságú mesterlövész puskaként is kivitelezésre került. Ebben az esetben a gyártó egy 19 mm külső átmérőjű vastag nehéz csővel látta el az eszközt. Félautomata eszközként alapvetően rohampuskaként vagy kistávolságú támogató mesterlövész fegyverként alkalmazható.